Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az édesbús dallamok után egy kicsit más dallamok következnek, mégpedig február 3-án este 6-kor a Szabadművelődés házának vendége lesz a Folkphonics együttes, és két nagyszerű tag itt van velünk, Rendes Péter, szervusz, és Veres Ida, szervusztok. Az imént már röviden elmondtam, hogy mit gondolok rólatok, tekintve, hogy meghallgattuk itt a kollégákkal azt a zenét, amit ti hoztok nekünk, amit 2015-ben találtatok ki, zseniálisnak tartom, és eszembe jutott egy fantasztikus, méltatlanul elfeledett orosz író, Kuprinnak hívják, Csehov kortársa volt egyébként, és ő írta a Szulamitot. És az arról szól, hogy Salamon király, aki a zsidó királyként egy kicsit olyan volt, mint a mi Mátyás királyunk, tehát bóklászott és barátnőket kergetett. Most ő találkozott Szulamittal, aki egy egyiptomi pásztorlányka volt, és azt mondta neki, hogy úgy találtalak meg, mint egy gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tenger fenekéről felhozta azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. És amikor meghallgattam a ti zenéteket, kicsit ezt éreztem. És ebben semmi túlzás nincsen, mert egészen különleges világba kalauzoltak el bennünket a verseken keresztül, és az a fajta hangszerelés, az a fajta zene, amit ti képviseltek, együtt van a népzene, a folk, swing. No, erről fogunk beszélgetni, de hogy a nézők is tudják, hogy én mire gondolok, ha véletlenül még nem hallottatok volna benneteket, akkor nézzünk meg egy dalt, Cseh Tamás dalának, a Budapestnek az átdolgozása. Abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra hossza van.
azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt. Nos, azért figyeltem, a belefeledkezés öröme azért megjött. Ugye azt már tudjuk régről, hogy Cseh Tamás a egyetemes zenei mitológia része legalábbis nekünk. Itt elmeséltem előtte nektek, hogy mi ezzel ébredtünk és ezzel tértünk nyugovóra, vagy inkább dehogyis a 70-es évek közepén, egy kicsit Cseh Tamás után szabadon, amikor tetőzött az ifjúsági probléma. No, de néhány fiatal gondol egyet, és elindul egy úton, utat választ. Egy nehéz utat meg kell, hogy mondjam, hiszen ez az út rendkívül nehéz. A megzenésített versek tömkelege áll rendelkezésünkre, hiteles viszont nagyon-nagyon kevés van. Ti kvalifikált zenészek voltak mindahányan, vagytok. Miért gondoltátok úgy, hogy ezt csapatban megpróbálkoztok ezzel, és ilyen formában is elindultok ezen az úton? Az eredeti ötlet a zenekarral kapcsolatban egy nagyon érdekes formából indult, hiszen egy komoly zenei album bónusz dalából nőtte ki magát a zenekar. És talán az első motiváció az volt, hogy nagyon jól éreztük magunkat együtt a munka közben. Onnan indult a történet, hogy kiváló barátom és művész kollégám Szabó Csaba, aki most nem tud itt lenni velünk, de a zenekar alapító tagja és mondjuk úgy zenei vezetője is, fölvette az Akkord Kvártettel egy klasszikus zenei albumot, amiben már ott is megjelent az, hogy talán kereste inkább a különlegességeket, nem azt, amit nagyon sok helyen hallani, hanem valamit, ami érdekes. És ez a bónuszdal, ez az Által mennék én a Tiszán című népdal feldolgozása volt, és így hárman Ölveti Mátyással kiegészülve alapítottuk meg lényegében a Folkphonics-ot. A cél eredetileg az volt, hogy csináljunk olyan muzsikát, amiben mondjuk úgy, hogy valahogy jó egyensúlyban van benne a hagyományok felidézése és az ahhoz való kapcsolódás, és talán a mérleg másik nyelvén pedig legyen ott az, hogy mindezt próbáljuk meg valahogy egy olyan köntösbe bújtatni, hogy milyen zenei inspirációk értek minket, és valahogy ez a kettő így kapcsolódjon össze. Tehát ívet adtatok a történetnek, az alternatíva az tetten érhető értelemszerűen, hiszen különleges. A hangszerelésre miként figyeltetek? Tehát adott volt az elektromos gitára, és így tovább nem sorolom. Hogyan sikerült úgy hangszerelni ezeket a dalokat, hogy ez a tiétek legyenek, hogy ez a hangzás a Folkphonics hangzás legyen mindig? Egy érdekes munkafolyamatunk van, talán ebben nagyon kilógunk a hagyományos zenekari működésmódból, hiszen Csabi Németországban él és időnként látogat csak haza, és ilyenkor dolgozunk együtt. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az internet nélkül nem tudnánk működni. Úgy szokott kinézni, hogy először kapunk tőle csak egy egyszerű akusztikus gitáros alapot, és szépen lassan minden zenész maga találja ki a szólamait az esetek nagyon-nagyon nagy többségében. Emellett, ami szerintem a hangszerelésben itt most egy nagyon nagy köszönetet kell mondanunk, főleg a Budapest című feldolgozásunk kapcsán Kákonyi Árpinak, ő az, aki hatalmas segítséget nyújt nekünk mindig, és a felvételen egyébként az ő kiváló zongora játéka is hallatszik. Úgyhogy mondhatjuk, hogy mindenki picit a saját stílusát, saját zenei ízlését beleteszi, és azért van ehhez egy kiváló zeneszerző kollégánk, aki együtt dolgozik velünk, és együtt zenél velünk, és ehhez picit azért szereti összefésülni a gondolatokat, mondjuk így. Nos, akkor hallgassuk meg Ida regényét, vagy nem is, novella, legyen novella. Meginvitáltak. Voltak kétségeid az első pillanatban? Gyakorlatilag csak azok voltak eleinte. Hát én azért inkább könnyű zenei szférából jövök, nekem az rockzenekarim voltak. Egy kis erzsi zene volt, ami inspirált nagyon sokat, az erzsivel is énekeltem, meg hát más egyéb könnyű zenei formációk. És igazság szerint én nem gondoltam volna, hogy valaha egy folk zenekarban fogok énekelni. Nem azért, mert nem szeretem a folk zenét, hanem mint énekes úgy gondoltam, hogy távol áll tőlem ez a műfaj. De
nagyon szimpatikusak voltak, meg tetszett az, amit csinálnak, küldtek ugye videókat, felvételeket, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen megér egy esélyt az, hogy együtt zenéljünk, kipróbáljuk egymást, mert szerintem ez élőben dől el. Nyilvánvaló. A siker pozitív megerősítést hordoz egyébként is, nem? De? Igen. Elindultatok az úton. Miként választottatok, tehát a zene és az irodalom itt kart-karba öltve jár, hogy választottatok magatoknak verseket? Hiszen nagyon-nagyon fontos, ha megvan a zenei alap, ha nincs, akkor nyilván arra lehet jó zenét írni, mondják tanult zenész barátaim, amely verset szeretjük. És talán ki is mondtad az elsődleges szelekciós kritériumunkat. Amiket szerettünk, azokhoz nyúltunk. Amiket olvasva valahogy úgy elkezdett valami szólni a fejünkben, talán ennél pontosabban nem tudjuk ezt megfogni. A versválasztás szerintem nagyon nagy százalékban általában Csabától jön. Ő az, aki folyamatosan jobbnál jobb ötletekkel bombáz minket, és folyamatosan figyeli, hogy mi az, amire a zenekar is elkezd rezonálni, amire azt mondja, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ezt én is imádom, ezt a verset, kezdjünk el ezen dolgozni. Illetve így, hogy most már egy mióta, 5-6 hónapja dolgozunk együtt Idával, azért ebben nagyon nagy szerepe lett neki is, hogy mi az, amit ő is elkezd dallamként hallani, és amire el tud kezdeni énekelni. Keresitek a mélységeket? Szerintem nem keresünk, de jön az magától. Jön magától? Igen. Nem akarok ám itt most ennyire mélyen belemenni ebbe a történetbe, hiszen jókedvűek vagytok, fiatalok vagytok, nagyszerűek vagytok. Beszéljünk a versekről, hiszen a De szeretnék és a két karodban az megint egy idealizált történet mindenféleképpen, és tényleg olyan mélységei vannak, amihez zenét szerezni nagyon, nagyon nehéz, és különleges. Kell-e az énekestől valami plusz, főleg ha a rockból érkezik? A fegyelmen túl, hogy megteremtse azt a bensőséges hangulatot, amit most itt láttunk a Budapesten. Hát a személyiségemet illetően szerintem én ezt tudom hozni. Az már más kérdés, hogy ugye más műfajból jöttem én, de azért ezek a versek megérintenek engem is. És hát egyébként szerintem az nagyon érdekes nálunk, hogy ugye mindenki más stílust hoz ebbe a zenekarba. És mi mondjuk itt ketten pont a könnyű zenei oldalt erősítjük, de pont attól egész és kerek az egész, hogy mindenki a sajátját tudja belerakni. És tehát ez a konziból hozott, az akadémiáról hozott, az mind belefér. Ez bele, igen. És ebben a formációban a három gitár hogy fér meg egymással, hiszen ti vagytok hárman a gitárosok, a zene alapító tagjai, tehát a minden, ha úgy tetszik. Miként választottatok például hangszínt, mert nyilván előbb a hangszín és ehhez a zenei formációhoz adott veres ida jött, de ugye láttuk, hogy voltak előtte is már mások, de például ez a Budapest dal, meg a többi, az abszolút, mintha veres ide hangjára szabták volna. Én nem is tudom most már így elképzelni mással. No, tehát a kicsit komplex volt a kérdés, de akkor kezdjük az elején a három gitárral. A három gitárral van egy viszonylag szerencsés helyzetünk, hogy mondhatjuk, hogy lefedjük a, nem is tudom, a zenei palettát egész erősen így ízlés terén. Ugye Csabi klasszikus művészként él és dolgozik több országban is. Én egyébként eredetileg klasszikus zenészként kezdtem, tehát én a Bartókban végeztem klasszikus gitárosként, onnan is van a jó barátság közöttünk, és utána lett belőlem könnyű zenész, mondhatjuk így, de hogy mind a két világgal úgy tartom a kapcsolatot, főleg zeneileg vagy érzelmileg, nem is tudom, hogyan nevezzem. Érdekes, amit mondasz, mert az elmúlt napokban beszélgettem Dubocki Gergővel, aki itt lett művészeti vezető az Alba Regia Szimfonikus Zenekarban, és ugye a konziban ő tanít. Igaz, hogy zeneszerzés, de hát az egy másik dolog, illetve zenekari tanulmányokat, és ő mondta, hogy azok a jó könnyű zenészek az ő szemében, akik már a konziban is gondolnak arra, tehát hogy a mélység mellett azért a magasságokat is megtanulják, tehát egy kicsit gitározzanak, egy kicsit játszanak mást is a zongorán, és így tovább. Tehát megvan a három gitár. Dob nélkül nincs zenekar. Hogy szereztek magatoknak dobost? Alkalomról alkalomra. Mondhatjuk, hogy három
olyan dobosunk van, akit nagyon szeretünk, de közülük egy volt az, aki valahogy most úgy tűnik, hogy intenzíven része lett a csapatnak, és azt mondjuk, hogy ő lett az alaptagja, az alapdobosunk, ő Pidér Alex. Korábban nagyon sokat dolgoztunk együtt Ferenci Lászlóval és Okos Gergővel is. Mind a ketten kiváló zenészek, és nagyon más stílusú zenészek, amit nagyon szerettünk bennük. Most alapvetően, amivel szeretünk számolni dobos fronton, hogy mondjuk úgy mennyire tud úgy együttműködni a zenekarral, hogy az egy nagyon hosszú távon megbízható együttműködés legyen, és főleg így, hogy most egyre sűrűbbé válik a koncertnaptárunk, mondhatjuk úgy, de legalábbis már mindenképpen kijöttünk a stúdióból, és színpadon is lehet minket látni. Így nagyon fontos volt, hogy az a biztonságérzet, ami azzal jár, hogyha Alexzel zenélünk, akkor arra teljesen nyugodtan, akár mondjuk egy picit rosszabbul szóló színpadon is, ahol nem annyira halljuk jól magunkat, ott is biztonsága rádőlhessünk a groove-ra. Úgyhogy innen jött a dolog. Hegedű, ez megint csak elmaradhatatlan, főleg, hogy ez a hangzás az valóságos legyen. Az fontos, hogy ki játszik? És a zongora, hiszen a zongorát már említetted. Kezdeném a zongorával. Még színpadon úgy nem álltunk, hogy zongora is lett volna ott, úgyhogy még csak a Budapest számban van benne ez az általunk nagyon imádott hangszer, de a lemezbemutató koncertünkre valami igen nagy felállást tervezünk majd, de ez egyelőre még legyen inkább titok. Úgyhogy a zongorával még nem volt szerencsénk színpadon együtt lenni. Sajnos ott a realitás, hogy igazodnunk kell a színpadok méretéhez is, tehát jelenleg egy hétfős csapattal jövünk majd Fehérvárra is koncertet adni, és általában az őszi turnét is ezzel a csapattal csináltuk végig. Hegedű fronton két olyan tagunk van, aki szintén mondhatjuk, hogy egyformán nagyon fontos része a csapatnak. Az egyikük Vércsongor, a másikuk pedig Nagy Teodóra, de fordítva is illet volna talán mondani. Igen, a hegedűn. Igen. 2016 az egy fontos visszajelzés volt, a Fidelio a De szeretnék, ugye a legjobb 10 versfeldolgozás közé választotta, ez azt hiszem megint csak megerősítés, és ugye 2017-ben elkészült az első lemezetek. Beszéljünk erről az első lemezről. Ebben benne van minden, ami eddig ti vagytok két esztendője? Abszolút. Ezen a lemezen tulajdonképpen talán még többen is részt vesznek, mint akiket eddig említettem. És ez egy a pozitív megerősítések során mi azért elég gyakran meghatódtunk, legyen szó akár a Fidéliós egyébként nagyon megtisztelő rangsorolásról, de attól talán még jobban, hogy ennyi zenész szeretett volna velünk együtt zenélni, és ennyien szerettek volna beletenni valamit a zenekarba. Úgyhogy úgy emlékszem, a lemezen kettő vagy talán három dobosunk is részt vesz, nagyon sok énekessel dolgoztunk együtt, mire mondhatjuk, hogy úgy az alapcsapat idával teljessé vált. Bár hozzáteszem, hogy ez azért terve van véve, hogy azért a vendégénekesek szerepét továbbra is megtartsuk, csak most már az arányok egész mások lesznek. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye a rock, és beszéltünk a megzenésített versekről, a népzenéről viszont nem, pedig az Által mennék, a Labzom, ez mind-mind rányomja a bélyegét abban az esetben, hogy tehát egészen más felkészültséget igényel, másféle hangzás, és hát más a mélysége, valljuk meg. Hát megmondom őszintén, hogy én egyébként előtte soha nem énekeltem népdalt. De most ennek is eljött az ideje, és úgy tűnik, hogy sikerült így helyt állnom ebben is, meg is szerettem nagyon igazából. Mennyit tudtok gyakorolni? Tehát megvan a zenei ötlet. Nyilván össze kell rakni, össze kell hangolódni. Majd utána jön a hangszerelés, és akkor elvileg készen van a dal, pedig dehogy is. Hát igen. Igazából a mi próbáink eléggé produktívak abból a szempontból, hogy viszonylag keveset próbálunk, viszont hogyha próbálunk, akkor igyekszünk tényleg ott lenni fejben is, meg mindenhogy. Főleg ugye azért is, mert Csaba Németországban él, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapban egyszer-kétszer tudunk így teljes csapatként együtt próbálni, de arra már mindenki úgy érkezik lehetőség szerint, hogy felkészül, és vannak ötletei előre. Tehát közösen gondolkodtok. Abszolút, vannak viták, hogy ez most jó így, vagy sem? Nyilván kell, hogy legyenek, tehát ez nem vitás. Vannak? Vannak?
Én azt gondolom, hogy vannak, és amire én személy szerint olyan nagy örömmel gondolok, hogy ezek olyan igazi jó minőségű viták. Semmiképpen sem fajulnak át veszekedéssé, sokkal inkább arról szól, hogy hú, figyelj csak, mi lenne, hogyha ott inkább ez a riff ebbe az irányba menne, vagy onnan indítanánk, és mondjuk egy másik lágéba lenne, ilyesmi ötleteket, rengeteget dobunk be egymásnak. Miként dolgoztátok, feldolgozzátok fel a sikert? Hiszen most itt elmosolyodtatok, mikor mondtam, hogy például nekem varázslatosnak tűnik, mert az is. De hát nyilván ehhez hozzá kell szokni, mert előbb-utóbb a siker hangos lesz, hangzatos is mindenféle értelemben. Egyre többet hívnak benneteket. Ha most elindultatok egy koncertkörútra, hogy mondjátok, akkor nyilvánvaló, hogy az megint meghozza azt, amiről álmodtatok. Hát szerintem nyilván nagyon jó leső érzés egyrésztről, másrésztről pedig, ahogy te is mondtad, egy visszacsatolás azzal kapcsolatban, hogy valami olyat csinálunk, ami szerethető. És hát ettől igazán jó érzés nekünk. Hogy készültök erre a koncertkörútra? Vannak új dalötletek, azt gondolom, hogy ahogy ide is említette, ez majd a következő próbán fog elválni, hogy mi lesz a végleges új daloknak a sorsa a koncertműsorban. Úgyhogy alapvetően erre egyelőre még szerintem péntek délután tudunk majd válaszolni, hogy a végleges műsor. Hogy arányosítotok a verses dalok, a népzenei dalok és a saját szerzemények között, hiszen az érdemes volt, ott érdemes volt, teszem hozzá, bár előtte kérdőjel van a dal szöveg után. Hogy lesz ez? Szerintem nem találjuk ki előre. Nem? Az érzéssel történik most, meg pláne azért, mert igazából nem olyan régen vagyunk így együtt, egy csapatként, és valójában most alakul ki a mi ízlésünk, stílusunk. Úgyhogy ez még abszolút alakulóban van, és hagyjuk, hogy történjenek úgy a dolgok, ahogy történik kell. Akkor ez legyen a lámen. Isten hozott benneteket ebben a világban, az a mi világunk is, az kortól független, azt hiszem. És én bizakodó vagyok, hogy sokan lesznek a Szabadművelődés házában. Bizakodó vagyok azért, mert hogy szinte bizonyos vagyok abban is, hogy egészen különleges estének lehetnek fül- és szemtanúi mindnyájan. Mit szokás kívánni a zenekarnak? Nagyon sok zenekarral beszélek, de mindig elfelejtem. Jó. Kézős lábtörést? Azt inkább nem. Én azt kívánom, hogy minden álmatok teljesüljön. Mert azt hiszem, hogy ennek a történetnek íve van. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek bennünket, és természetesen várjuk a Szabad Művelődés Ház koncertjét. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégeim a Fofonix két remek zenésze volt, Rendes Péter és Veres Ida. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.